Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, most ébredtem fel, képzelek, hogy ilyen 15 perccel, ugyanis megyek dolgozni. Várját, olatok, itt lök az autóba, hogy látjátok, még mindig nem vagyok ugye magamnál, szokás szerint. Ilyenkor kell egy ilyen egy óra legalább, mire magamhoz tér a fejem. És az idő szép, egy kicsit ilyen felhős az idő, de 28 fok van már. Ilyenkor már 28 fok van. De én azt hiszem, hogy ma is rettentő meleg lesz, ugye ugyanúgy, mint tegnap. Jelenleg tartok a szüleimhez, ugyanis átülök apukám a munkásautóba, és azzal megyünk dolgozni, ugye felveszik az öcsémet. Olyan helyen fogunk dolgozni, ahol valószínűleg otthon lesznek. Tehát nem tudom, hogy tudok-e ott filmezni, vagy nem. Ha tudok, akkor megmutatom nektek, hogy hol dolgozunk. Ez az első napot, tehát fogalmam nincs, hogy mit kell pontosan csinálni, de ha úgy van, akkor megmutatom nektek, hogyha nem, akkor majd munka után folytatom tovább. Gondoltam, hogy nem a megszokott módon kezdem a mai videót, ugye délután, munka után, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Amúgy onnét látod, kezd tisztulni, tehát nem hiszem, hogy ilyen felhős idő lesz, bár azt mondtam a délutánra, képzeld el, hogy ilyen rettentő nagy ilyen villám lesz, meg vihar lesz, meg minden. Na, várj, egy piros lámpa meg kell állni. Na, csak tolaltak. Sikerült ide beállnom ide. Látod, ide be alulra. Tehát, hogyha nagy süt is a nap, remélem, hogy nem lesz olyan tundrág az autó, mire visszaérek. Meg, hogyha esik az eső és véletlen jég lesz, akkor nem ázik meg. Na, apukám már kint áll, én rám vár, úgyhogy gyorsan megyek, aztán majd munkahelyen folytatjuk tovább. Munkahelyen képzeld el, egy ilyen lokást csinálunk, egy ilyen összeépült ikerház valamit. Ahogy így jöttünk, bemutattam nektek, hogy ugye itt az udvarban benn. Most jelenleg itt vagyunk az emeletet csináljuk, alul lent vannak, tehát nem tudok menni megmutatni nektek, de jelenleg itt vagyok, mutatom az égszobában. Látod, ez egy ilyen szoba, letokartunk mindent, amit csináljuk a plafont, csináljuk a falakat, ezeket nem csináljuk, az ajtókat, ezeket nem fessük. Tehát ez egy szoba, várj, neki megyek. Itt jöttünk fel, mutatom neked. Látod, itt van a lépcső, itt lent. Ott feljössz, és van itt egy szekrény. Van itt egy szoba szekrénye, ahogy látjátok, egy ilyen gyerekszoba amúgy. Aztán megyek tovább, itt van egy fürdő, össze-vissza nagy rumisága. Megyünk tovább, itt van egy másik szoba. Látod, minden szépen le van takarva, és itt van mégis ez a főháló. Azért, mert itt van egy szekrény, és a főhálóból nyílik egy fürdőszoba. Ezt mondja, elég jól kipakolták. Látod? Az idő, komolyan mondom, ilyen izzadós idő van, ez ilyen izzadós munka. Olyan nagy meleg nincsen még, inkább ilyen párás az idő, és mivel párás az idő, akármit csinálsz, még ha le is ülsz, akkor csak folyik rólad a víz, nem tudom, hogy látod-e vagy nem, de látod a csillagok? Na minden, sok mindent, amit most nem is csináltunk, épp vagy csak itt a falakat mi csináltunk. Mutatom. Látod, kipecseltük, ez nem tudom, hogy mondják magyarul, tehát annyira normális időben ennyire nem izzadnál meg, de ma rettentően izzadós idő van. Lehet, hogy jön, komolyan mondom, délután az eső, amit ígértek, bár ki tudja, ahogy mondtam, nálunk a nyár, ez az izzadós, ugye nyár van itt nálunk itt Queenslandben, ha lemész egy kicsit délre, ugye Sydney, Melbourne környékén, ott nem ez az izzadós idő van, hanem ez a száraz meleg, tehát nem tudom, melyik jobb ez a száraz meleg, vagy ez az izzadós meleg. Na minden, úgyhogy én most nem más fogok csinálni, meg fogok reggelizni, aztán utána folytatjuk ugye a munkát tovább, és megyünk haza. Megyek hazafelé, végeztünk a munkával, közben fel is vettem az autómat, ugye a szüleimtől, mert reggel ott hagytam. Az idő, képzeld el, 29 fok van, nem lett igazuk, hogy 45 fok felett lesz a hőmérséklet, bár azt mondták, hogy hétfég ide fog érni. Ma meglátjuk, amúgy ma nagyon ez az izzadós idő van inkább. Nem tudom, hogy melyik jobban, hogyha mondjuk 40 fok van, vagy pedig 29 és nagyon izzadós. Egyik se jó amúgy. Amúgy ezt az izzadós időt úgy képzeld el, mint ha beülsz a szaunába, hogyha már voltál szaunába, beülsz, és olyan meleg van, és izzadsz. Úgyhogy nem csinálsz semmit se. Itt az autóban úgy most jó idő van, ugye benne állt ott a
ott alatta, ott az árnyékos helyen, beindítottam most a légkondit, váltottam a hőmérsékletet, úgyhogy itt most ki lehet bírni, olyan kellemes itt az idő. Amúgy rettentő nagy a forgalom, mutatom neked, oda nézzél, állnak az autók mindenhol, én nem is tudom, hogy hova mennek. Amúgy még nagyon sokan ugye szabadságon vannak, még nem mentek vissza az iskolába a gyerekek, még mindig van egy ilyen két hét, úgyhogy még mindig sok turista van amúgy itt nálunk. Utána meg rossz el fognak tűnni. Lesznek, de nem olyan sokan, mint most. Még mindig tartok hazafelé, oda néz, látod azt a hókását, vagy jégkását, vagy minek mondják, egy dollár ugye darabja. Egyet meginnak, de nagyon meginnak, nem tudom, egy fantásat, komolyan mondom. Amúgy nem hiszem, hogy kérdeztem, vagy nem kérdeztem, de nálatok is van ilyen, amik a McDonald's, vagy a Burger King, vagy Hungry Jacks, látok, nincs Hungry Jacks, nem Burger King van helyette. Várjál, oda néz. Nézd, hogy ez a néni. Látod, le van? Magára húz, nem tudom, hogy látod-e vagy nem, de magára volt húzva a pólója. Mármint így a nyakára, az egész fejére, hogy én nem tudom én, annyira nem is tudom. Na innen, a kérdés, nálatok is van ilyen a hókásás, jégkásás dolog a valamelyik ilyen gyors kajáltába, tehát vagy ez csak itt nálunk divat, ugye a nyár miatt, vagy a meleg miatt. Hogyha van, akkor nálatok mennyibe kerül? Nálunk egy dollár, mindegy, hogy hova mész, ami átszámít, ha azt hiszem, hogy olyan 220 forint. Én úgy hiszem, hogy úgy kell ugye számolni. Vagy mi van nálatok télen? Forró teja? Vagy micsoda? Na már csak leporkoltam, és addig megletáltam a kamerát. Tehát mi van nálatok nyáron? Ugyanilyen jégkás vagy hókása, vagy most például télen meleg teja, meleg kávé, vagy mi szokás? Nálunk általában ilyenkor nyára hozzák be ezeket a több ízeket, ezt a Fantás Sprite-ot, télen meg csak a simát lehet kapni, ezt a kólást, meg a fantásat. Most van dinnye és mindenféle fajta. Na minden, megyek, mert ilyes vagyok. Na, nem nyílik az ajtó, de nyílik. Na, menjünk. Megzanyoztam magam, megelvédeltem. Úgyhogy egy kicsit jobban érzem magamat. Amúgy nem tudom, hogy tudtad-e vagy nem, lehet, hogy már mondtam. Mit? Lehet, hogy már mondtam, de itt fönt a lakásban nincs az a nagy izzadós idő. Én szerintem azért, mert nem tudom, mert itt több lakás van ugye egymásba építve, és lehet, hogy a falak miatt bejön az a meleg, mert ugye itt van az az ajtó. De nem annyira izzadós az idő, mint mondjuk a régi ház, hogyha tavaly is néztél a videót, és mikor ott laktunk ebből a ilyen január környékén, amikor van ez az izzadós idő, ugye szoktam mondani, folyik rólam a víz, leültem csak ugye a tévé el, és nem csinál semmit, és olyan vizesek voltunk, mint a fene. Itt nem annyira, itt is azért folyik rólad a víz, de nem olyan rossz. Szerintem a falak miatt, mert ugye vastagabbak, meg ilyen betonfalak vannak itt, azok fa szerkezet ugye, és nincsen rendesen leszigetelve, hogy valószínűleg azért, hogy azok a házak izzalósabbak, mint mondjuk ezek a lakások, úgyhogy ez hiányozni fog, hogy elköltözünk, ugye. Hoppá, mire léptünk rá, megint valami játékra. Ami most nem más csinálunk, mint mit csinálunk, de egész játszunk, vagy valamit, jelenleg Teletubbit nézünk. Hoppá, oda csücsülj le. Látod, ez a Teletubbi, te. Ott az a porszívó. Emlékszel a porszívódra? Ne, emlékszel, ott van benne a szobában, ugyanis ilyet kapott a múltkor, mikor mondtam, hogy lehult ára az a képzelő, 70 dollárról 15 dollárra, én nem tudom, mi történt. Na, mit építünk, mi? Aj, várj, a lépulatban nem férünk el. Építeni fogunk most, és a Davis nagyon szeret építkezni. Ezekből a Legóknak, oppá, Legóknak hívja, ez nem Legó, ugye, mert nem Legó, mert Legó az a márka. A Legó az a, nincs itt a Legó, mert ugye a Davis az túl pici a Legó. Gyere ide, építünk, ne menj el! Építünk, gyere, látod, itt van. Ez, na. Általában ilyen magasra építjük, látod, oppá, ezt a tornyot. Várjál, elborult. Oda, rakjad rá. Aztán utána tudod, mit csinálunk utána, miután felépítettük? Szerintem mindenki tudja, hogy utána mit csinálunk, utána elburítjuk. Nem elburítjuk, hanem a Davis elburítja, és újraépítjük. Ez ilyen jó játék, legalábbis neki nagyon élvezi. Aztán még mielőtt elmegyek, még el nem felejtem. Kell fizetni rentet, a albérletet, ugye hetibe fizetjük mi, és ilyen minden csütörtökön kell fizetnünk. Na, azt ugye nem szabad elfelejteni, hogy én mindjárt meg is fizetek, még mert ugye el kell mennem itthonról. Aztán mit akartam mondani? Lesz ez a válaszos videó, ugye valószínű, hogy most már a jövő héten. Lehet, hogy hétfőn, vagy kedden, és ez ilyen újfajta válaszos videó lesz, ugyanis válaszolok a kérdésekre, meg vezetek közben, vagyis nem vezetek, de az utat lefilmezem nektek, és lehet nézni az utat, ameddig válaszolok a kérdésekre. Így lehet, hogy érdekesebb lesz, de nagy nem, ma meglátjátok. Már közben ment a Davis is. Aztán lehet, hogy egy-két kérdésre, ugyanis rettentő sok kérdést kaptam. Mi helyzet? Bevertel a fejedet, nyuszi, vigyázzál! Nem úgy nyitjuk az ajtót, nem a fejeddel. Mondom, meg nem megyünk be. Rettentő sok kérdést kaptam, elkészült ugye ez a kérdéses videó, gyere ki onnét, Nyuszi. Oda nem mehetsz be, mert Lukasznak a szobájában ugye vannak olyan dolgok, amiket a Davis lehet, hogy megesz, és
biztos nem tesz jót neki, mint ilyen pici kis legók. Mi? Nyuszi! Ja. Tehát egy-két kérdésre lehet, hogy majd egy külön videót csinálok és válaszolok rájuk, ugyanis voltak kérdések, hogy ugye mennyire lehet kijönni ide Ausztráliába, ez mivel jár, nekünk mennyibe kerül, elmennék ugye Magyarországra, meg hasonló ilyen érdekesebb kérdések, miért nincs házunk, meg hasonló dolgok. Na mindjárt, lehet, hogy egy-két kérdésre ilyen külön videót csinálok, és abban tényleg csak erre a kettő vagy három kérdésre fogok válaszolni. És ha jól néztem, több mint 300 kérdést kaptam, 300 kérdésre válaszolni 15-20 percbe nagyon nehéz. Na mi helyzet, Lukasz? Lukasz készíti a haját, legalábbis a feleségem, nem másra, mint megint zöldre. De miért zöldre készül a hajad? Én nem tudom. Nagyon jól fog kinézni. Olyan lesz megint, mint a Joker, de hogy miért tesszük zöldre a haját? Fogalma nincsen. Valószínűleg azért, mert mindig van ilyen zöld spénk. Na milyen lett a Lukasz haja? Várj, ne forogjál, nézd ide a kamerába. Egy picit. Nem olyan túl nagyon, de egy picit, még kell nőnie. Miért pont zöldre színezted be? Mit? Ja, csak az, de lehetett volna a hajsprével is, tudod? És akkor nem lett volna színes. Na mindegy. Úgyhogy ilyen, amilyen. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!